2013-ban is rengeteg kulturális program várja majd a győrieket. Február 9-én a báli szezon legnépszerűbb eseményét, a Barokkbált immár 21. alkalommal rendezik meg. Ennyire nem nagy múltú, de a tavaly először megszervezett böllérnapok is igen nagy népszerűségnek örvendett, így nem csoda, hogy idén is várják az aranypartra a népi szokások és a házias ízek után érdeklődőket. Ebben az évben sem maradhat el a tavaszi fesztivál. A március 15-én kezdődő sorozat 3 héten keresztül várja változatos programokkal az érdeklődőket. A június 15-i nyárnyitó koncert után a táncosoké lesz a főszerep Győrben, hiszen 9. alkalommal ad otthont a város a táncfesztiválnak, és a hónap végén ezúttal is lesznek Szent László napok is. Július első napjaiban a gyermekek lesznek a főszereplők, hiszen a Győrköz fesztivál programjaival a kisebbeket várják a szervezők. Erre a hónapra készülhetnek a fröccskedvelők is. Idén korábban lesznek a hűsítő italnak szentelt napok. Augusztusban újra lesz barokkesküvő, 2 héttel később pedig a bor, borlovak és gasztronómiai fesztivál sem maradhat el. Ezekben a napokban lesz a már szokásos nyárzáró koncert is. Szeptemberben 6. alkalommal rendezik meg a néptánc és népzene ünnepét, valamint a Pálinka fesztivált is. November 2. hétvégéjén a könyvszalomba látogathatnak el a betűk szerelmesei, az év végén pedig újra a szilveszteri városi vigasságok várják az új évet búcsúztatókat.